Ez az Értágító, valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, itt vagyunk a Fix Maker Space-be. Egy megtisztelő vendég van itt, aki elfogadta a meghívásunkat, mégpedig dr. Kemény Dénes. Üdvözlöm, és tényleg köszönjük, hogy ránk szánja az idejét. Köszönöm is a meghívást, és üdvözlök mindenkit szeretettel. Ez az Értágító legfrissebb része. Itt van Kis Lórend kollégám is. Üdvözlök mindenkit. Én pedig Lenkár Péter vagyok. Ugye itt a Fix Maker Space-be fog hamarosan kezdődni egy előadás, melynek az a címe, hogy Team Management Mesterfokon. Ezt ön sem tudta? Címét nem. Jó. Amiben ugye ön fog mesélni az élményeiről, hogy milyen egy jó vezető. De előtte hát mindenképpen beszéljünk önről, ugyanis az lenne az első kérdésem, hogy hogyan csöppent bele, vagy hogy hogyan ugrott fejest a vízilabdába. A vízilabdával a kapcsolatom az, azt kell mondjam, hogy ez nem az én választásom volt, nem az én döntésem volt. Nagyon korán, 3 éves koromban elváltak a szüleim, és az akkor aktív elsőosztályú játékos és friss diplomás mérnök édesapámmal maradtam, nem pedig az édesanyám maradok, lehet, hogy horgolni tanulok meg. Miután ő nem tudott velem mit kezdeni, az óvodából elhozott és ment a saját edzésére, nagyon korán lekerültem az uszodába, egy darabig vigyáztak rám a edzésük után az úszólányok, mielőtt ugye a fater befejezte a saját edzését, aztán egy idő után már leléptem, akkor már ugye először a kis vízbe mentem, aztán egyre mélyebbe, úgyhogy nekem ez meg volt írva. Aztán az, hogy most ez nagyon sok mindenkivel előfordul, hogy szülői vonalon bekerül egy környezetbe, de az nem jelenti azt, hogy automatikusan azon belül valamit majd el is fog érni. Ez egy lehetőség volt, aztán utána ugye annak idején, ezt mindenki tudja pontosan, nem túl sok kitörési lehetőség volt, vagy önmegvalósítási, még lehetett volna az, hogy a iskola után hegedülni járok, vagy szolfésre, vagy mit tudom én, francia nyelvtanárhoz. Hát ehhez képest úszodába jártam, ahol azért ugye elég hamar megtanultuk, hogy merre van a női öltöző, elég hamar kitaláltuk, hogy miért kell egy órába hamarabb lemenjünk, mint az edzés kezdődik, mert bandáztunk, meg hogy kell nem fizetni a buszon, meg a villamoson, hogy maradjon egy pogácsára még a vonaljegynek az ára. Tehát azt gondolom, hogy azért az megmutatta azt a jövőkép lehetőséget, amit talán a csapatsportnak egy ilyen különleges varázsa, eltér némiképp az egymással szembe versenyző egyéni sportágak sportolóitól. És mégis hogyan jött akkor a képbe mindezek mellett, vagy ezek után mondjuk az, hogy végül az állatorvosi pályát választotta? Azt mondjuk tudjuk, vagy hallhattuk más interjú beszélgetések során, hogy ön vadászni is szokott, vagy ha nem tudom, hogy még vadászik-e, illetve hogy kutyákat is nagyon szereti. Hogy mi a kapcsolódási pont akkor? Az állatorvos egyetem választása az 16 évesen egy ilyen hóbortos délutáni döntés volt, mindenféle tudatmódosító befolyásolás nélkül. Egyszerűen a környezetem iránti tiszteletem, szeretetem, az elesettek támogatása, ami nem csak ugye humán, hanem más elesettek, és ugye kutya macska, én városban nőttem föl, az meglehetősen rá volt szorulva a környezetére, még akkor is, amikor egészséges volt, pláne amikor meg nem, és ez valahogy én nekem megtetszett, ez ilyen kis idealista választás volt. Az, hogy egyáltalán az érettségi után egy vízilabdás tovább tanuljon, az pedig maga az uszodai környezet. Ott körülnézel, és megnézed a Margit-szigeten, az előcsarnokban, a márványtáblákon a neveket, akik olimpiai vagy világbajnokok, fele kétharmada doktor. És ez egy része jogász, egy része orvos vagy állatorvos. Tehát nálunk ez elég normális volt. Nem túl sok ilyen sportág van, nyilván van még, ahol az öltözőben az ember körülnéz érettségi táján, és kétféle játékostársa van, az egyik egyetemista, a másik meg már is végezte. Így aztán itt az ember csak a környezetébe besimul. Tehát az volt a kérdés, hogy hova járjak, nem az, hogy egyáltalán járjak-e tovább. És én azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt, nagyon szerettem mind a mai napig, ha más nem a saját kutyáimmal. Azért gyakorolom, meg az utcában lévő kutya-macska tulajdonosoknak egyszerűbb engem megkérdezni, mint elvinni egy rendelőbe.
mert amikor kapitány lettem, akkor abba kellett hagyjam. De az megelőző 18 évben végig dolgoztam. Dolgoztam Magyarországon is, dolgoztam Olaszországban is, úgyhogy ki tudta egészíteni akár a játékosi tevékenységemet, akár később az edzői tevékenységemet, az, hogy tudtam dolgozni. Az evidens volt, hogy ön edző is lesz a pályafutása után? Vagy ez hogy jött? Hát ez úgy jött, hogy én meg szerettem volna játszani, már 37 éves voltam, vagy 38, akkor bajnokság utolsó meccsén az elnök lejött Komóba egy szép ajándékkal, és megköszönték a játékos pályafutásomat. Ebből gondoltam, hogy szeptembertől már nem játszom. Finoman jelezték. Csak aznap este a pizzériában viszont el is mondták azt, hogy azt szeretnék, hogy az eddigi edző, aki az én edzőm volt, ott ő lenne egy ilyen szakmai igazgató, és én lennék a parton ugrabugráló visítozó edző. És akkor ezt én elfogadtam, miután már korábban, ez ugye Észak-Olaszország, én ott dolgoztam egy rendelőbe, egy kísérlet rendelőbe, játszottam, de volt már a megelőző 4 évben, tehát utolsó 4 évben, mint játékos, volt már gyerekcsapat, akikkel én foglalkoztam. Tehát volt már, mielőtt a felnőtt csapatra elkezdtem edzősködni, 4 év edzői múlta, még akkor is, hogyha az 10-12 később egészen az ifi csapatig nyúló edzői tevékenység volt. Nem volt unalmas a napom. Összeadjuk a tevékenységet. Ha már rátértünk erre az edzői témára, én hallottam egy olyat önről, hogy igazából az ön által képviselt edzői, hát stílus nevezzük akkor úgy, kicsit összegyúrása az olaszországi iskolának, mint edzőiskolának, illetve az ex-jugoszláv mintáknak, hogy mondjuk ott az még több rétegű lehetett annak idején. És mindez lett átültetve majd ugye a magyarországi közegbe, és már a szövetségi kapitányként. Igen, szerintem az nem volt véletlen, hogy én eredményes tudtam lenni, mert én legelőször Ausztráliában játszottam, amikor nem itthon voltam, és ott az angol száz sportkultúrába kóstoltam bele, vagy éreztem a saját bőrömön. Ezután jött a latin, az olasz, és ott viszont nagyon sok délszláv játékos volt, meg már edző is. És az olasz válogatott szövetségi kapitány, amikor én felnőtt csapat edzője voltam, egy horvát edző volt, a Ratko Rudics, és még az első edzést megtartottam volna felnőtt csapatnak, tehát gyakorlatilag a volt játékos társaimnak, meg néhány játékosnak, aki kívülről jött. Már akkor a Ratkóval egy órát beszéltem telefonon, és rengeteg kérdésem volt. És hát miután korábban mi játszottunk válogatott játékosként egymás ellen, meg egyébként is úgy tudta, hogy én már nem tudom, jó pár éve Komóban vagyok, nagyon segítőkész volt, de én ugyanezt megtettem más olasz sztárcsapatok edzőivel, akár a Napoli edzőjével, akár a Savona edzőjével, hogy amiben ők híresek voltak, hogy nagyon belásták magukat, és kiemelkedőek voltak edzőként, azokról kérdezgettem, és ugye, mintán én pucolt csirke voltam, még nem tartottak tőlem, elég őszintén is válaszoltak, mert nem mindig van azért így. És én úgy mindenkitől összeszedtem olyan star dolgokat, amiket felhasználtam, aztán egy idő után az ember a saját tapasztalatából lép tovább, de egy darabig nagyon sokat számított az, hogy ők segítettek, illetőleg szerintem még az is, ezt most nem azért veregetem a saját vállam, hogy én egyáltalán mertem kérdezni. Sokan, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy nekem úgyse tud senki újat mondani, mert én még azt is tudom, vagy azért, mert esetleg félénkek, ezeket a lépéseket nem teszik meg. Volt olyan szövetségi kapitány, azt követően, hogy abba hagytam, aki sokat kérdezett, volt, aki kevesebbet, volt, aki nem kérdezett egyáltalán, csak olyan, amikor bajba volt. Mindegyik a volt játékosom, úgyhogy nem fogok neveket mondani, senkit nem köpök be, de nem egyforma egyéniségek, volt, aki ilyen volt, volt, aki olyan volt. Vagy olyan. Reklám következik. Hallotta már, hogy a Székelyhídi Vitreum Optikában 99 lejtől találhat szemüveget? Rendelünkben a legjobb orvosok és a legkorszerűbb felszerelések állnak a rendelkezésére. Mindemellett a legújabb látó és napszemüveg kereteket is megtalálhatja nálunk a legjobb áron. A Vitreum Optika hétfőtől péntekig várja Önöket 9 és 17 óra között. További információkért hívja a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika. Ne tévessz a szem elől.
Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videópodcasttel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcast@gmail.com e-mail címre, vagy hívd a 0770 309 608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük. Reklámot hallottak. Engem az érdekel nagyon, és nagyon régóta, ugyanis figyelemmel követtem annak a generációnak a menetelét, amelynek ön volt a szövetségi kapitánya, hogy lehet egy ilyen csapatot motiválni egy-egy világbajnoki, Európa-bajnoki vagy olimpiai győzelem után. Mert szerintem ez igencsak nehéz dolog, mikor már zsebbe van az az aranyérem, utána már másképp ugrik be a következő olimpiai döntő. Valószínűleg nem csak a vízilabdában van ez, hanem minden sportot igen, tekintve. Egyfelől érdekes volt, mert ezt nem... Én arra gondoltam, ezt Olaszországban tanultam, futballedzők mondták néha ilyen vasárnap esti tévéműsorban, számon kérték, tudom, az Inter edzője volt a Bagnoli, hogy tudom, a középcsatár az ég, ugye olaszul a punta. Szerintem ezeket a latin eredetű szavakat értitek, hogy apatikus volt. Azt mondta, hogy a csípős paprikát a fenekébe a játékosnak saját magának kell bedugja, nem az én feladatom. Hát arra nem is beszél, hogy tudom, havonta az átutalnak egy jelképes összeget. Tehát nehogy már számon kérjék az edzőn, hogy miért volt apatikus a góllövő csatára. Tehát meg kéne dögleni a pályán saját magától. Én nagyon nem foglalkoztam azért a motiválással, mert olyankor éreztem csak veszélynek, amikor nagyon biztos győzelem elé néztünk. Mit tudom én, várhatóan 4-5 góllal vagyunk jobbak az ellenfélnél. Ez a vízilabdában sajnos ez pont olyan különbség, hogyha egy kicsit hülyék vagyunk, ők elkapják a fonalat, a játékvezetőnek van két hülye ítélete, hogy lehet döntetlen körüli az a meccs, amit 4-5 góllal meg kéne nyerni. Tehát a 4-5, abból lehet 8 is, de lehet 0. A különbség. Na, ilyenkor bajba voltam, amikor ki kellett találni valamit, hogy föltüzeljem őket, de most kérdezted az aranyérmet. Tehát aranyéremmel oda-haza, eltelik egy-két hónap, megünnepeltük, játszanak az egyesületekbe. Azért azt észrevették, hogyha mondjuk a 13 aranyérmesből csak 11 kapott meghívót a válogatott edzésre. Nem csak az a kettő kapott észbe, aki nem kapott meghívót, az a 11 is, aki igen, hogy jövő héten engem nem fog hívni. Úgyhogy hogy én válogattam, és újra meg újra válogattam, és fölrúgtam egy olyan edzői iratlan törvényt, hogy győztes csapaton tilos változtatni, a szerződésemben nem volt benne. Én így folyamatosan azzal tudtam őket motiválni, hogy például Sydney és Athén között abban a 4 éves ciklusban a 13-ból 4 olimpiai bajnok, friss olimpiai bajnok vesztette el a sapkáját a csapatba. Na hát az annak a 9-nek egy elég komoly üzenet volt, akinek még sikerült megtartsa. És ezzel a vérfrissítésekkel tudott a csapat újra meg újra kompetitív lenni. Amúgy ugye 15 év volt szövetségi kapitány a magyar válogatott élén, és a 15 év alatt volt-e olyan helyzet mondjuk, hát nyilván mondjuk a játékosok, ahogy nyerték az aranyakat, a 3 olimpiát, mondjuk úgy, hogy ismeretlenebbből, váltak akár sztárokká, vagy minél elismertebb játékosokká, vagy akár személyekké, közszemélyekké Magyarországon is. Nem-e volt mondjuk olyan helyzet, amikor elszállt velük a ló, vagy nem kellett visszarángatni őket a földre? Voltak-e ilyen problémák, akár nevek nélkül nyilván? Volt olyan, hogy odáig jutottam, hogy jeleznem kellett, hogy illetlen, és nem csak magadra nézve, hanem az is társadra nézve, mert ugye ezt pillanat alatt ráhúzzák a csapatra. Uh-huh. Tehát volt olyan játékosom, aki egy kisvárosban fölháborodottan beszélt a jelenlévőkkel egy mobiltelefonos boltban, mert hogy sorszámot kellett neki is tépjen. Hát, hogy ő olimpiai bajnokként, hogy most itten ő lesz a 28-as, és csak a 23-asnál tartanak. És akkor ezt, amikor visszajutott hozzám, mondtam, hogy ilyenkor az, hogy magadat égeted, az a te bajod, vesződjön veled a családod, de mindannyiunknak ez negatív, úgyhogy légy oly kedves ilyeneket nem csinálni, és még azt kell mondjam,
hogy nem közvetlenül ilyen események miatt, de ha valakinek ilyen dolgai voltak, az elgondolkoztatott nekem, hogy kell-e a magyar válogatottnak egy olyan mentalitású játékos, akivel ilyen előfordulhat. Uh-huh. Vagy amikor azt éreztem egy játékos, hogy a következő célpontunk egy EB arany, egy VB arany, egy olimpiai arany esetében apró jelekből észrevettem, hogy az aranynál nem kevésbé érdekli az esetleges prémium. Na, az a fajta motiváltság, ami elsősorban anyagi, az nem szokta meghozni az eredményt. Nekem ez volt a tapasztalatom, ami a mindenáron való győzni akarás motiváltsága, az sokkal eredményesebb, mint a nullák kergetése a szám végén. Tehát olyankor az befolyásolt a döntésben, de azt gondolom, hogy ez is egy kritérium volt az én agyamban, nem kellett, hogy tudják. Untig elég volt nekem, sőt a többinek se kellett, hogy tudja. Mert ha valaki reflexből ilyenné válik, akkor aztól elköszönök, viszont olyan meg ne legyen, hogy valaki elpalástolja, miközben ugyanilyen, mert tudja, hogy nálam számít. Mondja el nekünk akkor, vagy beszélgessünk arról, amiért leültünk ide az előadást megelőző podcast beszélgetésre, hogy hogyan kapcsolódott ön be ebbe az egész projektbe, ami... nek a keretében ma előadást tart itt. Az edukációban? Igen. Ez egy nagyon kedves, számomra kedves kezdeményezés. Ugye a Magyar Külügyhöz tartozó szervezet, ahogy én érzékelem, ilyen szellemi import-export Kárpát-medencei tevékenység elsősorban. Erre kerestek engem meg a legelső hosszabb interjú Leányfalun a könyvesbolt, kávézó, az ilyen elegáns párosítása. Feleségem volt a lakberendezője, amikor készítették, és azt ötleteltem ki, hogy ott vegyük fel azt a beszélgetést. Nekem tetszett, és hogy miért? Hát ti talán tudjátok, hogy merre van Kápolnás falu, Hargita tetőn. Nekem a nagymamámat született. A déd nagypapám venetói olasz, aki Aradra került a család, és ők úgy ismerkedtek meg, ez az apai ág. Az anyai ágon Steyer a nagypapa, úgyhogy én maga vagyok a monarchia. Az olvasztó tégely terméke. Így van, tehát amikor siránkozunk Trianonon, akkor az engem is érint, mert gyakorlatilag levágták a gyökereimet körbe. Úgyhogy nem tudok ilyen kezdeményezésekre megmondani. Ráadásul fiatalon, 17 évesen én már visszatérően játszottam tavasszal Kolozsváron egy ilyen klub tornán, ahol ott volt a Rapid, vagy a Dinamo, a Steaua, a Kolozsvár, meg a mi csapatunk, a budapesti Spartacus, egy ilyen szövetkezeti torna volt. És én már 17 évesen gimnazistaként a meccsek után, ott ugye nyilván, mit ad Isten, elég sok lány várta a magyar csapatot. Az úszoda előtt, ez ugye vízilabdában már hallottunk ilyet, és hát elpanaszolták, hogy ballagásnál a piros és fehér szirmú virágokat nem lehetett egy csokorba egyesíteni, mert zöld a levél. És hát ezt én 71-72-ben szembesültem ilyen problémákkal, tehát nekem ez tovább erősítette azt a fajta, annak a fajta gyökereknek a jelentőségét, amit addig is tudtam, de így nem találkoztam vele direktbe. Évről évre mentünk, ugye mi is egyre nagyobbak lettünk, a jányok is, úgyhogy én mondom, én viszonylag hamar, vagy Kassán, strandon nem lehetett szlovák szót hallani. Ma sajnos már nem nagyon lehet magyar szót hallani, minden változik, azt nem tudom, hogy szándékos-e, véletlene, ugye megy tovább, azt viszont annak viszont örülök, amikor fönt vagyok a Hargitán, hogy egyébként meg nincsenek belső feszültségek, tehát hogyha valakinek más nemzeti gyökerű partner tetszik, akkor az ember fontosabb, nem? És meg örülök. Szerintem rengeteg kérdésünk lenne még, de nem szeretnénk feltartani, ugyanis tudjuk, hogy siet az előadás után tovább. Azt elárulja, hogy hova? Hát haza Leányfalura. Holnap van egy szabadabb napom, mert tegnap előtt egész nap a TF-en tanítottam, mit ad Isten, vízilabdát. 4 évfolyamnak vagyok a vízilabda tanára. Szerencsére van egy tanár kollégám, aki, hogyha néha leesik a fejem a fáradtságtól, akkor beszáll, ő a Kásás Tamás apukája. Kásás Zoli, egyébként nemrég volt a születésnapja, és ott világbajnok olimpiai ezüstérmes pólós.
volt, meg játékos társam is volt. Tehát nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy eléggé fáradt vagyok ahhoz, hogy innen azért még Lányfalura elmegyek, az egy olyan 3 órás vezetés, nyilván szabályosan, szerencsére a tempomat az megvéd a gyorshajtástól. Úgyhogy nem sietek, de haza fogok menni. Akkor sok sikert ehhez az előadáshoz és a további munkájába, és sok egészséget kívánunk, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örülök a beszélgetésnek, az, hogy nagyon képbe voltatok, gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig azt tudom meg, a nézőknek, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, és kövessétek munkáinkat, és jelezzetek vissza. Ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket fogtok majd még találni. Köszönjük a figyelmet, és szervusztok, sziasztok, viszontlátásra. Viszontlátásra.